hazajön a 9 éves lányom, nagyon helyes, kedves tanítónénia van. Kérdeztem, mi volt? Hát mondja, hogy magyar órán tanultak egy verset, illetve hát meg kell tanulniuk egy verset, a Füstbe ment tervet. Ó, mondom, az nagyon jó. És elmagyarázta a tanítónéni, hogy miről van szó. Hát elmondta a verset az óra elején, elmondta a verset az óra végén, és aztán nekik meg kell tanulni. És mondom, és akkor te ezek szerint érted azt, hogy midőm mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki? Nem. Mondja. Tehát ilyen erővel akkor tanulhatnánk hottentott a verseket, ubunga, nyubunga, zing, és ez is körülbelül ugyanannyit adna, valami versszerűséget, versszerű képzetet, érzetet, mert nem értjük. Tehát, hogyha nem teszünk köré olyan kontextust, és akkor itt jön annak a szerepe, hogy mai kontextust is akár, tehát, hogy lehet olyan, mit tudom én, a fájltömörítéstől kezdve a, nem tudom én, a remixig olyan példákat alkalmazni egészen klasszikus műveknek a megértéséhez, ugye most főleg irodalomtanításról tudok én beszélni, amelyektől a gyerekeknek bekattan ez. Szóval van egy, ott Zsámbékon van egy szakiskola, ahol hát a környéknek a viszonylag szociálisan érintett ifjúsága tanul mindenféle szakmákat, a Premontrei rend tartja fenn, és Johanna nővér egy ilyen körülbelül 50 kilós nővér elképesztő dinamizmussal. Nekem mindig nagy pedagógiai példám, ő csinál olyanokat, hogy ezeknek a srácoknak a fejébe viszonylag kevés dolog nagyon nehezen fér a humán szférából. Vannak köztük például focisták is, egy foci akadémiáról is oda járnak, tehát csak hogy a feladat, hogy mondjam, könnyűséget is érzékeltessem. Például szépségversenyt rendezett, férfi és női szépségversenyt Johanna nővér a nagy francia forradalom figuráiból. És akkor ott álltak a fali újságnál, ott tolongtak, hogy leadják a szavazatukat, hogy Saint-Just vagy Robespierre a jobb képű. És úgy haigálóztak ezek a viszonylag kevés kultúrával rendelkező diákok ezekkel a számukra idegen nevekkel, minthogyha nem tudom, milyen különböző bulvár személyiségekről beszélgettek volna, mert azok is lettek a számukra. Vagy amikor próbálták megérteni, hogy ez a Verlaine Rambeau, hát ez mi a csuda, hogy miért voltak ennyire búval aszottak, és hogy ez minek, és akkor valaki benyögte, hogy jó, tanárnő, hát ezek imósok voltak. És ez az imósok, és akkor ráakadt, imósok voltak, és akkor mindenki rögtön értette. Tehát valami, tehát egy-egy olyan szlogen, egy-egy olyan jelszó, egy-egy olyan varázsütés, egy-egy olyan, és én így mondanám, hogy klikkelés, mert ez nekem a rögeszmém és a mániám, hogy egy-egy klikkelés szükséges, egy-egy asszociatív gondolati ugrás, hogy evidenciává tegyen olyasmiket, amelyeket különben csak homályos fogalmakkal tudunk magyarázni. Nagyon sokaknak, akik tankönyvet írnak sajnos magyar irodalomból, én ezt végig szenvedtem az 5 darab gyermekemmel, az az elképzelés, hogy a diák az egy olyan irodalom történész, akinek még nem nőttek ki egyes szervei, de majd ez idővel megoldódik, és akkor az lesz belőle. Na most én 3 gimnáziumi osztályokban, és az az átlag, megkérdezek egy 30 fős osztályt, hogy 5 ember teszi fel maximum a kezét, hogy bölcsészpályára szeretne menni. Akkor most kinek tanítunk? Akkor most kinek tartunk fantasztikus irodalom, kultúrtörténeti eszmefuttatásokat, és építünk ilyen látványos épületeket, egy picit lebutítva, hogy hát még ők nem tudhatják azt, amit az akadémikus ura. És kinek szól az, amikor például hazajön a 14 éves lányom, és mondja, hogy most rosszul viselkedtünk magyar órán, ezért 2 hónapig fogalmakat fogunk tanulni. És akkor felírják amit az érzelmi ambivalencia, a kulturális megkésettség, tudat, ilyen varázsigéket, amelyek egy nem létező kultikus vallásra, az irodalomtörténetnek a szent vallására épülnek. Ez ugyan létezik pár kiválasztott számára, de nem létezik, nem látható a diákok számára. És közben van egy nagyon gazdag és nagyon a diákokhoz közel álló, nyelvileg mindenféleképpen közel álló jelenkori irodalom, és vannak olyan talán mellékesebb művek is a régebbi irodalomból, amelyek kulcsot adhatnak egy-egy nagyon nagy szerzőnek, akár nagyon nagy verséhez, tehát azt sose szokták idézni, hogy ki vagyok én, senki, Pál, egy fájógép, mely pipál Arany Jánosról. Pedig Arany Jánosnak a humora, a tárgy szeretete, a kikacsintása a versben, nagyon sok minden, ami a Toldit is, meg számos veretes művet annyira, hogy mondjam, jó ízűvé tesz a számunkra, ez a táblabírós, ilyen jó
jovialitás, ami persze egy álca, ez megérhető belőle, de inkább igyekszünk belekapaszkodni nagy építményekbe, látványosakba. Inkább én nekem az az érzésem, hogy sokszor a tankönyvírók a szakma felé kívánják igazolni magukat a tankönyvükkel, és nem jut eszükbe, hogy élő gyerekek, olyan gyerekek, akik nap mint nap számítógép előtt ülnek, ezeket a dolgokat kézbe fogják kapni, és vissza kell majd mondjuk így büfögniük. Elvesznek az olvasók, elveszítjük, miközben sírunk, rívunk, beütetünk három irodalmárt egy tévé vagy rádió műsorba, és mindenki a jeruzsálemi panaszfalnál ottan sírja keserves könnyeit, összeomlik a Gutenberg galaxis, és közben szórjuk el, tékozoljuk el az olvasókat. Az a tapasztalatom, hogy tényleg nem igaz, hogy nem olvasnak az emberek. Nekem van egy honlapom, ahol havi 10 000 látogató jár. Ez szerintem nem kevés. Az én verseim, prózáim vannak rajta, meg olyanoknak a dolgai, akiket én szeretek, kortársak általában. Ez szerintem nem kevés. Tehát, hogy ha az ember próbálja, és igenis küldetésének tekinti, hogy átforgassa a dolgokat, felfrissítse az agyakat, és hogyha ez lenne a szexi, nem az, hogy leadjam az összes pontot, mert jön a tanfelügyelő és számon kéri. Szóval ez egy borzasztó szorultság. Persze az is igaz, hogy kell valamiféle számon kérés, tehát mindenképpen, de azt gondolom, hogy a számon kérendők is úgy ragadnának meg az agyakban, hogyha valamiféle érdekes módon lennének adaptálva. Én számtalanszor fogadtam már meg, hogy valamiféle legalább egy segéd, tankönyvi segédletet, vagy segédanyagot, vagy valamiféle tankönyvet írni fogok, mert hát ez egyszerűen nem igaz. És kezdve attól, hogy például én azt gondolom, nem lenne szentségtörés, ahogy régen tanügyi versezetekbe bele voltak szedve a fontos nyelvtani szabályok, és erre még 90 éves emberek ma is emlékeznek, mondjuk például az életrajzokat be lehetne szépen rímelni egy rap szövegként. De ez most csak egy példa. És akkor lenne egy CD alap mondjuk a könyvben, vagy le lehetne tölteni MP3-ról, vagy mit tudom én. És menne az alap, és akkor szerintem egy pillanat alatt mindenki megtanulna, hogy Babits Mihály hol született. Az a klasszikus kérdés, hogy na és mi volt a suliban, ugye arra egyetlen egy dolgot lehet felelni, és ezt eddig minden osztály, ahol én ezt megkérdeztem, hogy mit kell erre mondani, egyöntetően válaszolt, semmi. Az iskolában soha semmi nem történik, ugye egyest kapunk, intőt kapunk, dicséretet kapunk, ötös kapunk, megházasodunk, elválunk, gyereket szülünk, meghalunk, feltámadunk, de soha semmi nem történik, ha itt maradunk. Na most, hogyha a szülő egy picit beljebb kapirgálsz, akkor azért persze mindig történik valami, és érdemes ezeket a reakciókat kihúzkodni a gyerekekből. Csomó minden helyre tehető, nyilván bizonyos dolgokért a gyerekek ingerültek a tanárokra, amiben nincs igazuk, bizonyos dolgokért ingerültek, amiben igazuk van, és aztán vannak olyan dolgok, amik nekik nem tűnnek fel, és esetleg igazságos vagy igazságtalan színben tűnő dolgok. Na most ez nem azt jelenti, hogy az ember felbátorítja a gyerekeket, hogy akkor menjél be a baltával és intézd el, édesfiam, mert ugye ez megint egy olyan nehéz és kemény tévút, ami hát élhetetlenné teszi a világot, hanem hogyha valami gond van, akkor jelezzem. Tehát itt is a dialogicitás, hogy ilyen rondán fogalmazzak. Tehát az, hogy igenis tekintsen párbeszéd partnernek a tanárról sem mondjak le, hogy úgyis azt fogja mondani. Mondom, lehet, de provokált ki akkor, hogy azt mondja, és akkor igazad lett. És akkor elkönyveled, hogy bizonyos dolgokról például nem lehet vele beszélni, de hát nem lehet mindenkivel mindenről beszélni, nyilvánvaló mindenkivel másról lehet beszélni, de menjünk el odáig az egymással, tehát ahol a part szakad, mondjuk, és kiderül, lehet, hogy nem is szakadott a part, hanem még lehet tovább menni. Tehát, hogy menjünk el odáig a dialógusban a tanár és a diák között, órán kívül, ne esünk bele ebbe a rutinba, hogy hát a problémák vannak, jó, hát úgy se lehet megoldani, mindegy. Vannak bizonyos dolgok, amiket nyilván nem lehet megoldani, de az nagyon fontos lenne, hogy a szülők, a diákok, a tanárok, mindenki tekintse egymást partnernek egy közös beszélgetésben, és hogy egy valamit kellene közösen fölépítenünk, azon próbálkozzunk, és így minden a pozitív és a negatív irányba. És még igenis fogalmazzam meg, hogy miért nem értek egyet, de ez nem azt jelenti, hogy le akarjam a másikat fejelni, hanem valamilyen módon próbáljunk közös nevezőre jutni. Nagyon jó magyar tanárom volt már a gimnáziumban, Varga Valéria, hadd említsem itt meg az ő nevét. A hatása abban csúcsosodott ki az én, hogy mondjam,
ilyen ébredező nagy kamasz öntudatomra, hogy állandóan csatáztam vele, és ez engem nagyon épített. Nagyon fárasztó lehetett neki, úgyhogy ezúton kérek elnézést tőle, de engem nagy-nagy mértékben a saját meggyőződésem, álláspontjaim tudatosítására ez a nagy csata elvezetett, és ő ebben nagyon-nagyon felkészült, hogy mondjam, partner volt, tehát hogy lesöpörhetett volna az asztalról, de mindig vette a fáradtságot, hogy vitázom velem. És aztán nagyon nagy példaképeim voltak az egyetemen egészen a mai napig hatóan Kenyeres Zoltán, Lator László, akivel nagy örömömre többször dolgozhattam azóta együtt, vagy éppen Ferenci László. Olyan nagy tudású emberek, akik nem tették ilyen elérhetetlen polcra föl ezt a nagy tudásukat, tehát nem kellett hozzá feltétlenül létra. És tehát én nekem nagyon fontos ez egy ilyen, hogy mondjam, szlogenszerű, hogy ne bezárni, hanem kinyitni. Vagy azt mondom a diákjaimnak, hogy a bölcsész ember az legyen mediátor, tehát valaki, aki valamit valahonnan átvisz. Fogában tartva a szerelmet a túlsó partra, vagy valami mást, valahova máshova, valamit, amit értékesnek tart, valamit, amit fontosnak tart az emberi életre vonatkozóan, és megpróbálja ezt fontossá tenni a diákok számára, vagy ahol éppen dolgozik, ugye, és megpróbálja őket érdekeltté tenni a keresésben.